Bolyai János kolozsvári szülőházát illetően számos, mondhatni legenda és véleménykülönbség született, és végül a pontot az íre Bolyai Farkas tette fel, de kezdjük az elején. A ház, ahol Bolyai János 1802. december 15-én este 9 órakor meglátta a napvilágot, Kolozsvár belvárosában az akkori Belközép, azelőtt DeFerenc és Tivoli, ma Bolyai János utcák találkozásánál a nyugati sarkon található. A műemlékház a Bolyai utca egy szám alatt van nyilvántartva, és eredetileg csak innen volt bejárat, mára már ajtókat vágtak a déli oldalán is. Keletkezéséről a műemléki nyilvántartás csak annyit jegyez meg, hogy a 15. illetve a 19. század között épült. Akkor a ház Benkő József kirurgus, azaz Borbély és neje Bachmann Julianna tulajdona volt, akik Bolyai János anyai nagyszülei. A sikátor felőli ablakain finom, vonalas díszítés látható, az ablakszemöldökök középen kiugró, csigaszerű díszítéssel. A főhomlokzat ablakai is ilyenek lehettek eredetileg. A kovácsoltvas erkély a Bánfi palota griffes erdélyét juttatja eszünkbe, írja Sas Péter, művelődés és irodalom történész. Az épület valamikor Vályi Gábor egyetemi tanár tulajdona is volt. A saroküzletben egykor porcelánkészleteket árultak. 1903-ban, mikor az első emléktáblát elhelyezték az épületen, a kereskedő társulata volt. Az 1990-es években a földszinten bank, az emeleten pedig ügyvédi iroda volt. János születésekor a kis Sikátor utca neve Tivoli utca nevet viselte, majd 1909-től lett Bolyai utcára keresztelve. Az első világháború utáni hatalomváltáskor Alexandru Lahuce román költőről nevezték el, 1940-től újra Bolyai utca nevet viselte, ma Bolyai János utca. Bolyai János szülőháza a 20. század elején ismeretlen volt, a közelgő 100 éves évforduló kapcsán Schlesinger Lajos egyetemi tanár kutatta fel. A kérdéses ház felkutatására az első úgymond támpontot Bolyai Farkas 1902. szeptember 11-én Domádról kelt Gausshoz intézett levele szolgáltatta, melyben a címet így adja: Meine Adresse, Mr. Wolfgang Bolyai, Bodorpál úrnál, a belső középutcában. A következő leveleken is ez a cím szerepel, 1804. szeptember 16-áig, amikor Farkas közli a Marosvásárhelyi címét. Valószínűnek látszott, hogy Bolyaiék kolozsvári tartózkodása alatt, vagyis 1802 őszétől 1803 tavaszáig a Belközép utcai Bodorféle házban laktak, és János ebben a házban látott napvilágot. Több megbízható kolozsvári lakos, ezek közt szerepel Bodor László királyi ítélőtábornoki bíró, valamint Bolyai Farkas Bodor Pálhoz intézett és Bodor Pál hátrahagyott irattárában őrzött levelének tanúsága szerint azonban Bolyai Farkasné Benkő Zsuzsánna szüleinek saját házuk volt. Ezt a házat Farkas anyosa, özvegy Benkő Józsefné megbízásából Bodor Pál 1816-ban nyilvános árverésen eladta Szenkovics Jakabnak. Schlesinger arra a következtetése jutott, hogy Bolyaiék kolozsvári tartózkodásuk idején nem Bodor Pál házában, hanem a szintén a Belközép utcában fekvő és Benkő József tulajdonát képező házban laktak.
hogy Bolyai Farkas leveleit kolozsvári tartózkodása idején éppen úgy, mint mikor még Domádon lakott, Bodor Pál barátjához címeztette, egyszerűen azzal magyarázható, hogy szükségtelennek látta Gauszt rövid időre címváltozással megterhelni, mivel kolozsvári lakása a Bodor Pál lakásához oly közel volt, hogy az odaérkezett levelekhez időveszteség nélkül hozzájuthatott. A Bolyai Bodor levelek alapján Schlesinger kizárásos alapon megállapítja. Maradt tehát, mint egyértékűleg meghatározott ház, a Tivoli és Belközök utca főtér felőli sarkán fekvő, jelenleg a kereskedőtársulat birtokában levő ház, mely, mivel csak a Tivoli utca felől bír bejárattal, Deák Ferenc utcai számot nem visel, hanem Tivoli utcai egyes számot. Eszerint tehát bebizonyítottnak tekintető, hogy a jelenleg Tivoli utca egy számú ház Bolyai János szülőháza. Ez egybeesik azzal, amit Bolyai János írt egy később megtalált kéziratában. Idézet. Anyai nagyatyám apja, Bakman András, kolozsvári gombkötő, egyikösöm anyai ágról nagycsüri száz pap volt, és így bennem száz vér is van, és egész életemben által álhatatosan folytatott működésem valóban eddig inkább a száznak volt tulajdona a magyar tűz ezelőtt, illő kivétellel atyámtól is gyakran hasonlítván a szalmatűzhöz. Anyai nagyanyám háza Kolozsvárt a Közép utcában a minoritákkal átelemben a Sikátor szegeletjén Báró Alvin Cini házának szomszédságában volt. Egyemeletes derékház, emeleten lakott az országos építészet igazgatója, végül egy örmény vette meg, idézet bezárva. Bolyai János születésének 100. évfordulóját 1903. január 15-én ünnepelték 1902. december 15-e helyett, tekintettel arra, hogy a távolból meghívandó vendégeknek nehéz lett volna a december középi utazás. Ekkor helyezték el az első emléktáblát a ház déli oldalán az erkély fölött. A helyszínen dr. Farkas Gyula, a matematikai és természettudományi kar dékánja, Salamon Antal városi tanácshoz, mint Kolozsvár városi tanácsának kiküldöttéhez a következő beszédet intézte. Tekintetes tanácsos úr! A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem matematikai és természettudományi kara már ezelőtt 3 évvel elhatározta, hogy Bolyai János szülőházát felkutatja és emléktáblával jelöli meg. Kutatásában nemes városunk tekintetes tanácsa is támogatta. Az első nyomok más házhoz vezettek, amely a Deák Ferenc utca túlsó oldalán Beteg Bálint birtokos tulajdona. Bolyai János születésekor Bodor Pálnak az erdélyi Kassa provinciális ellenőrének a háza állott. Azonban egyik tanártársam megállapította, hogy ebben a házban született Bolyai Jánosunk, amely jelenleg a helybeli kiváltságos kereskedő társulaté, akkor pedig Bolyai János anyai nagyantjának, Benkő Józsefnek a birtokában volt. Ennek a kidérítése után a kereskedő társulat igen szíves engedelméből az emléktábla felállítását azonnal foganatosította a kar. A táblán Bolyai Jánost a magyar Euklidesznek mondja, mert geométriának az alkotó mestere volt, mint Euklidesz. Atyát Bolyai Farkas is megnevezzük a táblán, mert mint a Tentamen mély gondolkozású szerzője megérdemli ezt, mihez járul, hogy atya volt a János matematikai tehetségének fejlesztésében is. Abban a biztos tudatban fordulok most a tekintetes tanácsos úrhoz, hogy Kolozsvár szabad királyi város érdemes közönsége Bolyai János így születésének emlékét
mindig becses kincsegyaránt fogja őrizni, s kérem, hogy az emlékkövet a tekintetes városi hatóság oltalmába fogadni méltóztassék. Salamon Antal lelkes szavak kíséretében fogadta az emléktáblát a város oltalmába, ígérve, hogy a város a legnagyobb kegyelettel fogja megőrizni. Az elhelyezett fekete márványtábla szövege így szól. Az 1802. év 12. havának 15. napján így született Bolyai János, a magyar Euklidesz, Bolyai Farkasnak, a Tentemen mély gondolkodási szerzőjének fia, minek az emlékezetére 100 év múltán a Ferenc József Tudományegyetem matematikai és természettudományi kara állítá e követ. 1952-ben Bolyai János születésének 150. évfordulóján a Bolyai utcai felőli falra kétnyelvű fehér márványlap került. A román nyelvű szöveg a tábla bal oldalán áll. A magyar nyelvű szöveg a tábla jobb oldalán így szól. Ebben a házban született 1802. december 15-én Bolyai János, a nagy matematikus és haladó gondolkodó. A Román Népköztársaság Akadémiája. 1952. december 15.